vadó magyar bajnokság nekünk igazából egy tényleg egy igazi sikerélmény verseny, mert ez az a verseny, ahol a kicsik is egy picit ki tudnak bontakozni. Vannak azok az utánpótlás versenyzőink, akik már a bátaszéki regionális versenyeken jól szerepeltek, már egy picit hozzáedződtek a versenyzői közeghez. Őket szoktuk először vinni a vadó magyar bajnokságra, őket indítjuk kimondottan az utánpótlás vagy kezdő kategóriákba, de nagyon jó alapot biztosít azoknak a top versenyzőknek is ez a verseny, akik magasabb szinten szeretnének versenyezni, mint egy ilyen felhozó sikerélmény verseny, tehát általában azért nem véremenő küzdelmek zajlanak itt, de nagyon jó lehetőség arra, hogy egy picit a bátaszéki top versenyzőknek az önbizalmát tovább növeljük, illetve arra, hogy még egy kicsit élesítsük azokat a technikákat, amik esetleg még élesítésre szorulnak, illetve ha van lehetőség, akkor megpróbáljuk ezeket a top versenyzőket több kategóriába is elindítani, és ez egy jó alkalom arra, hogy úgy szoktuk mondani, hogy több kilométert fussanak, egy sorozat terhelésen mennek keresztül, és akkor megnézzük, hogy esetleg 5-6-7 mérkőzésen keresztül hogy bírják esetleg azt a fajta nyomást, vagy azt a fajta terhelést, ami esetleg jobban kijönnek a hibák ez alatt a terhelés alatt. A verseny az Budafokon, a BMTS sportcsarnokban zajlott, mint minden évben. Körülbelül 500 nevezés érkezett be, 17 vadós csapat, ugye azért hívják ezt vadó magyar bajnokságnak, mert kimondottan a vadó stílus, vadorjú stílus versenyzői klubjai neveznek erre a versenyre. Jól sikerült, nagyon jól zártunk, mert 17 aranyérmet szereztünk, és ha jól emlékszem, akkor 9 ezüstöt és 9 bronzot. És egy 27-28 fő stábbal mentünk, tehát az azt jelenti, hogy tudomásom szerint, ha jól emlékszem, azóta már sok minden történt velünk, de minden versenyzőnek lógott érem a nyakába, és aminek kimondottan örülünk, hogy a kiskezdők közül is többen csíptek meg, nem csak érmes, hanem aranyérmes helyeket is, illetve akik a vadó EB-re mennek Ciprusra, azok közül gyakorlatilag mindenki a dobogó legmagasabb fokára tudott felállni. És így mi lettünk idén most már sokadszor a vadó magyar bajnokok. Minden stílus megrendezi a saját Európa bajnokságát, maga a vadorjú stílus is megrendezi a vadorjú EB-t minden évben, vadokály Európa bajnokságot minden évben. A Covid óta egyébként voltunk Macedóniába, aztán Belgiumba tavaly, és most legutoljára, vagy ami előttünk áll, ez Ciprus. Annyit kell róla tudni, hogy általában ilyen 10-15 ország szokott erre az Európa bajnokságra nevezni, 4-500 versenyző szokott összejönni, 6-700 nevezés fut be. Innen Bátaszékről 9 versenyzővel fogunk indulni, jövő héten csütörtökön fogunk indulni, csütörtökön egy ilyen megérkezős becsekkolós napot fogunk tervezni, aztán pénteken majd regisztrálni fog a csapat, ott valószínűleg keresünk valami edzés lehetőséget, amit általában a szervezők biztosítanak számunkra. Szombaton szokott lenni általában a kadett, junior, U21 és felnőtt versenyek, és vasárnapi napon pedig a gyerek kategóriák, illetve ha jól tudom, akkor a gyerek és csapat kategóriák fognak következni. Majd egy picit még ott maradunk Cipruson, és egy 3 napot pihenéssel fogunk tölteni, illetve építjük a csapatot, jól érezzük magunkat, és hogyha úgy sikerül az EB, akkor esetleg még ünneplünk is. A WKF minden 2 évente rendezi meg a világbajnokságát. Az egyik évben mindig a korosztályos VB zajlik, a rákövetkező évben a felnőtt VB zajlik, és ezek így felváltva követik egymást. Most ugye tavaly Magyarország rendezte a felnőtt világbajnokságot a Papp László sportarénába, az idén pedig Olaszország rendezte meg a korosztályos világbajnokságot. Én megmondom őszintén, hogy így utólag, bevallhatom, hogy minden eredménynek örültünk volna. Tehát annak is örültünk volna a Zsófi egy ilyen mezőnyben, ugye 56-an voltak az ő kategóriájában Zsófival együtt, tehát 56 országnak a kvalifikált versenyzője csapott össze, és én bevallom töredelmesen, hogy én annak is örültem volna, ha már nem egy mérkőzésért megyünk ki, hanem 1-2, akár 3 mérkőzést tud nyerni, és azt mondom, hogy bőven felülmúlt a Zsófi azt, amit mi borítékoltunk, hiszen Zsinórba 4 mérkőzést tudott nyerni, ő megnyerte az ág döntőt, ezt úgy szoktak hívni, hogy pool döntőt, ez azt jelenti, hogy bejutott a 4 ágból a legjobb 4 közé,
és az elődöntőben egy japán versenyzőtől kaphat ki. Ez azt jelentett, hogy a bronzmérkőzés még hátra volt. Ugye a vigaszági, akik az első-másodiktól kapnak ki, azok visszamérkőznek ilyenkor vigaszágon. Tehát effektíve az elődöntőnek a vesztesei, illetve akik a vigaszágon visszamérkőztek, azok játszanak egy vigaszági döntőt, ebből lesz a bronzmeccs. Mi egy portugál lánnyal vívtuk a bronzmérkőzést, és azt kell tudni erről a portugál lányról, hogy egyébként ő világranglista első volt. És hát mi azt mondhatom, hogy majd, hogy nem no-name versenyzőként, vagy sokadik helyezetként jutottunk be erre a versenyre, vagy erre a bronzmeccsre. Tehát azt mondom, hogy ebből a szempontból a lélektani előny nálunk volt, olyan szempontból, hogy egy kicsit ismeretlenek voltunk, és mi azért jobban ismertük ezt a portugál versenyzőt, mint mi őt, vagy mint ő bennünket. És végül 11-3-ra győzött Zsófi. Ami egyébként egy fantasztikus eredmény. 13 éve rendezik a korosztályos, bocsánat, 13. alkalommal rendezik a korosztályos VB-t, ami azt jelenti, hogy 26 éve rendezik. A 6 érem született idáig a 26 év alatt, és Zsófié volt, ha jól tudjuk, a 6., és vidéki versenyző még WKF világbajnokságon soha nem hozott érmet. Ezzel Zsófi egyébként a ranglista 7. helyére tudott felzárkózni, ami egy nagyon nagy szó és egy nagyon nagy eredmény. Nagyon jó fogadtatás volt azért. Azt tudni kell, hogy a magyar válogatott 28 fővel utazott ki, és a 28 főből ez az egyedüli érem született. Tehát ebből is látszik, hogy milyen komoly verseny zajlik az érmekért. Nagyon-nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, rengeteg üzenetet kaptunk. A héten már meghívást kaptunk a Karate Szövetséghez, ott is gratuláltak, ott is történt interjúzás. Minden ilyen egyes ilyen interjú egy újra feldolgozást jelent számunkra. Nehéz még felfogni, mert azért még minden edzővel nem találkoztunk személyesen, tehát minden egyes versenyen, amikor majd találkozunk a kollégákkal, akkor majd újból és újból felelevenítjük ezeket az élményeket, de egy nagyon-nagyon nagy élmény, és még szerintem egy jó darabig tart ennek az egésznek a feldolgozási folyamata. Az U21-esek hétfőn már kiutaztak Olaszországba, mi junior és kadett kategóriában lévő versenyzők pedig kedden. Előző héten már Mátraházán a csapattal az utolsó alapozásokat megtettük, és így úgymond így utolsónak összekovácsolódott a csapat. Szóval nagyon jó volt velük együtt utazni, és nagyon jó hangulattal érkeztünk meg Olaszországból. Sajnos egy kicsit rosszabb időre, mint számítottunk volna, de hideg volt, vagy esett, vagy milyen volt az a rossz idő? Igen, esett az eső, és nagyon fújt a szél, szóval nem arra, amire számítottunk volna. Nekünk, kadettoknak csütörtökön volt a regisztráció, ahol mérlegelnünk kellett, és a versenyre jelentkezni. És péntek reggel én magyarként, harmadikként kezdtem a tatamim. Bemelegíteni igazából már ott is kicsit izgulva mentem be, hogy már tudtam, hogy az én kategóriámban lévő lányok lesznek a bemelegítőbe, és próbáltam nézni, hogy milyenek az ellenfelek, és talán az én ellenfelemet is megnézni, hogy milyen technikákat gyakorol, hogy talán abból tanulhassak, hogy nekem miket kell használjak. Ez így nehéz, nem? Hogy a bemelegítésre koncentrálsz, és igen, akkor közben már ott vannak az ellenfelek. Igen. A végén már próbáltam csak magamra koncentrálni, és egy tiszta fejjel a tatamira indulni. A legelején az összes lány a kategóriába bevonult a tatamira, ahol meghajoltunk a bíróknak, és utána a negyedik meccsem volt az enyém, ahol egy kazakkal kezdtem, és egy szerintem egy nagyon erős ellenfél volt, de sikerült ellene nyerjek, és utána már csak előre mentem, nem gondoltam arra, hogy most még hány meccs lehet előttem, hanem csak, hogy nyerje meg a többit is. Az edzőmmel, a válogatott edzővel nagyon sokat beszéltem erről, hogy mik legyenek a taktikák, és hogy mi válhat be nekem, hogy minél előrébb kerülhessek.
A végén már talán egy kicsit én is kizökkentem, és egy kicsit másokat csináltam, ami szerintem a japán meccsnél látszott a legjobban, hogy mentálisan is elfáradtam kicsit, és ezért alul maradtam kicsit. Az éremmeccsek úgy néztek ki, hogy három tatami volt, és a két bronz meccs ment egyszerre, és utána a döntők külön. Szóval nem próbáltam rá gondolni, hogy körülbelül az egész csarnok minket és egy másik meccset néz. A bemelegítőnél nem próbáltam sokat a fizikai, fizikálisan készülni, hanem inkább mentálisan próbáltam felkészíteni magamat, hogy mégis egy világbajnokságon egy bronzért küzdhetek. A portugállal már egyszer találkoztam Porásban egy Youth League-en, ahol sajnos egy 8-0-ás vereséggel ő nyert. Azt szerettem volna, hogy az első pont az enyém legyen, így a Szensú is, hogyha véletlenül egy pontarányban ugyanannyi lesz a pont, és végül engem tudnak kihozni. Onnantól, miután az első pont megvolt, próbáltam csak előre menni, és a végén egy 8 pontos arányjal én tudtam nyerni. Az edzőmben nem szurkoltam, a klubedzőmhez és Nagy Ákoshoz is odamentem, és hát könnyek voltak szememben, nem tudtam elhinni, hogy megtörtént ez velem, és a csapat is, a válogatott csapat is szurkolt, és végighallottam, hogy ott vannak mögöttem. Szeretettel fogadott a válogatott csapat, és miután lejöttem a bemelegítőből is, és felköszöntöttek, és persze itt Bátaszéken is a csapat is nagyon lelkesen fogadott. A kicsikhez is belátogattam, megmutattam az érmemet, és szerintem egy kis motivációt is adtam nekik, hogy meg lehet csinálni egy vidéki klubban is. Fölmentünk Budapestre tegnap a Karate Szövetséghez, hogy ott is tudjanak gratulálni, és egy-két interjút is csináltunk. Most miután meglett ez a bronzérem a világbajnokságon, nem szeretném abba hagyni a WKF mezőnyben az éremszerzést és az éremre való lehetőséget. Most éppen az Európa-bajnokságra, ami 2025. februárjában lesz megrendezve, szeretnék kikvalifikálni, és persze a világranglistán előrébb kerülni.